Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, az egyik kedvencemmel a Földgömb rovat következik. A legfrissebb magazint ütjük föl, a január-februári dupla számot, dr. Jakab Gusztával, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyetemi docensével, aki egyébként természetfotós is. Jó napot kívánok még egyszer! Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! A helyszínünk pedig a Szarvasi Arborétum. Pepi kertje, ugye? Egészen pontosan. És megbeszéltük, volt egy előzetes telefonbeszélgetésünk, talán megegyeztünk abban, hogy egy közös kedvenc írónk Fekete István, akinek köze van ehhez az arborétumhoz. Igen, 60 évvel ezelőtt jelent meg, közel 60 évvel ezelőtt jelent meg Fekete Istvánnak egy könyve a Szarvasi Arborétumról. Hát azóta nagyon sok idő eltelt, és lényegében nem volt a kezünkben olyan könyv, ami a kor színvonalának megfelelően szép fotókkal bemutatta volna a kertnek az értékeit, illetve a kertnek a történetét, és ezért felkértek, hogy ha már úgyis Szarvasi vagyok, és természetfotózással foglalkozom, meg egyébként is rendszeresen fotózok a Szarvasi Arborétumban, hogy akkor készítsünk egy látogatók által is megvásárolható fotóalbumot a kertre. Ez tavaly egyébként meg is jelent, angol, illetve magyar nyelven is kiadta a Szarvasi Arborétum, illetve az egyetem ezt a könyvet, és ebből készült egy kis válogatás most a Földgömb magazinban, ahol a lényegnek a lényegét, meg a legszebb fotókat a magazin is leközölte. Nagyon érdekes, ha az ember nem ért hozzá, csak maximum ilyen albumokat néz, vagy heti vagy havilapokat forgat, vagy az interneten nézeget természetfotókat, akkor azt gondolja, hogy ott van az arborétum, ott van egy ember, egy tudós, aki ismeri, közel lakik hozzá. Hát kimegy 3-szor, 4-szer, 5-szor, 6-szor, 8-szor, 10-szer, kattint, nem tudom, 3000-et, és abból összeáll 200, 300, 500 felvételfotó. Azért ez nem teljesen így van, ugye, ebben az esetben? Nekem olyan szerencsés helyzetem van, hogy nagyon közel lakom a Szarvasi Arborétumhoz, és hát a másik ilyen szerencsés vagy szerencsétlen helyzet volt ebben a szituációban, hogy volt két olyan évünk, itt ugye ez a covidos lezárások miatt, amikor online oktatásra álltunk át az egyetemen, egyáltalán a mozgásunk is, emlékszünk ezekre a hónapokról, hogy mennyire korlátozott volt. Jobb híján mit tudtam csinálni, a könyvet készítettem elő, és ahogy utólag egy kalkulációt is végeztem ezzel kapcsolatban, mert a végén már fölmerült, hogy hány napon ment el, vagy hány alkalom ment ennek a könyvnek az összeállítására, és hát egy 140-es látogatási számot találtam, ami persze nem azt jelenti, hogy 140 napig kint voltam, csak legalább annyiszor kimentem az arborétumba fényképezni, és ebbe az első covidos járványos évben ez 40 napnak bizonyult, tehát nagyon sok időm elment ennek a könyvnek az összeállítására, de hát bízom benne, hogy itt a magazinból is, illetve a könyvből is kiderül az, hogy nem véletlen volt ez a nagy szám, tehát amikor éppen úgy láttam, hogy megfelelőek a fényviszonyok az adott időszakban, például amikor ugye mondjuk ősszel lomszíneződés van, akkor azonnal kocsiba pattantam, és már is perceken belül ott lehettem a megfelelő fotós helyszíneken. Igen, beszélgettünk már egy párszor a holdkörös partján is, talán meg talán a vízben is. Azon gondolkoztam, hogy az összes mohát, abból is van, vagy nem tudom, 200 fajta, meg békát, meg cserjét, meg bokrot, meg fát, mamutfenyőt is ismerheti docens úr személyesen. Mit kell tudni alapjaiban erről az arborétumról? Azon túl, hogy ugye 250-260 éves, Pepi kertnek hívják, ennek is története van. Van itt egy kis kavarodás néha, hogy a Szarvasi Arborétum vagy Pepi kert. A Szarvasi Arborétum jelenleg 82 hektár kiterjedésű, és 5 kertből áll, és ebből az 5 kertből csak az egyik a Pepi kert. 5 különböző kert van, aminek az összevonásából jött létre a Szarvasi Arborétum a 50-es években, és akkor érte el ezt a jelenlegi kiterjedést. Tehát van a Pepi kert, van a Mitrovszki kert, ami egy másik szarvasi arisztokratának a kertje, amit ugye hozzácsatoltak, van a konyhakert, ebből ugye lehet sejteni az eredeti funkcióját, ebben a konyhakertben van a Mini Magyarország Makettpark, ami nagyon népszerű a látogatók között, van a parkerdő, ami a régi öntözési kutatóintézetnek volt egy kísérleti területe, és ezt a kísérleti területet, ahol az Alföldnek a fásításával kísérleteztek az 50-es, 60-as években, ezt magára hagyták, és egy egyedülálló ültetett faállomány alakult itt ki, illetve van még a faiskola, az egykori faiskola, és ugye lehet sejteni ennek a funkcióját, ez jelenleg komoly beruházások zajlottak, és itt ilyen rendezvény, park, rendezvény helyszínt
alakított ki a Szarvasi Arborétum. Ez csak korlátozottan látogatható. Na most tájképileg, meg funkcióját tekintve ez az öt kert, ez eltér. Tehát a leghíresebb angol kerti vagy tájképi kerti része a Szarvasi Arborétumnak az a Pepi kert, ami ugye az is érdemes elmondani, hogy honnan kapta a nevét. Az első tulajdonosa a területnek, aki elkezdte itt a fásítást, az erdősítést, az Bolza József gróf volt még az 1800-as évek elején. Gyanús lehet a neve, nem magyar származású, egy olasz származású arisztokrata családból került ide, először Bécsbe, majd pedig utána Szarvasra. Ő kezdte el az említett Annaligetet is, illetve ezt a Pepi kertet is kialakítani. Majd az arborétumnak a kialakítása az ő unokaöcséhez kötődik, Bolza Pálhoz. Ő már kifejezetten arborétumot kezdette kialakítani, mert Bolza József idejében még inkább egy ilyen vadászkertként funkcionált ez a terület. És Bolza Pál nevezi el Bolza Józsefről, akinek ezt a területet, akinek ugye a bece neve az Pepi gróf volt, és az ő felesége, Pepi grófnak a felesége Batthyány Anna, és róla kapta a nevét aztán az Annaliget, ami szintén egy parkos terület volt, de elég hányatotos sorsa volt ennek a területnek, és a II. Világháború után eléggé lepusztult a faállománya. Jelenleg próbálják ezt a parkot is helyreállítani. Itt van a Körösmaros Nemzeti Parknak a székháza, illetve egy állatpark is van a területen, ami nagyon népszerű a turisták között. Tehát több kertből is áll az arborétum. Mondjuk általában a látogatók csak a Pepi kertet látogatják, csak a legbátrabbak, legelszántabbak mennek hátra a parkerdő részébe területnek. Ha már ennyiféle dolog szóba került, akkor csak röviden, mert én fölírtam magamnak azt, hogy kert felfogás történet. Mert az ember, amikor egy-egy kastélyt, vagy várat, vagy bármi mást főúri lakhelyet meglátogat, akkor általában tartozik hozzá, jó esetben tartozik hozzá valamiféle kert, valamiféle park. De ez a kert felfogás történet, ez hogy alakult ebben az elmúlt 200-250 évben? Ugye kertből lett aztán arborétum. Kerteknek a története ugye nagyon hosszú évszázadokra vezet vissza, egészen ugye a kolostorkertektől el lehetne ezt kezdeni, de igazából érdemes kiindulni a francia típusú kertektől, ugye ez francia főúri királyi kastélykertek, ez mindenkinek eszébe jutott, hogy hogyan néznek ki, ott ilyen labirintusokat építenek, tehát nagyon művi az a kert. Magukat, a bokrokat, fákat, a koronáját valamilyen mértani alakzatra vagy formára nyírják, tehát egy nagyon művi kert. És ennek egy ellenpórusaként, erre lehet egyfajta válaszként jelenik meg az angol tájképi kert, ahol próbálnak arra törekedni, hogy a természetes viszonyokat tükrözze az a kert. Tehát az egy-egy fa, egy-egy gyönyörű fa, az önmagában is a lombkoronája is nagyon szép lehet, hagyni kell azt megfelelően fejlődni, és olyan módon alakítják ki ezeket a tájképi kerteket, hogy abban élmény legyen végig sétálni. Tehát egy-egy zárt állományból hirtelen kijutunk egy nagyobb tisztásra, vagy egy hosszabb, egy nyiladékszerű tisztásra, ott végig tudunk ezen tekinteni, és folyamatos, mondhatni, meglepetések sorozata várja a látogatót, amikor egy ilyen állományon, egy ilyen nagy erdő, egy ilyen nagy faállományon, erdőn halad végig az ember. Ami látszólag olyan, mint a természetes lenne, de valójában nem az, mert ültetett az egész állomány. És magán az arborétumon belül is igyekeznek különböző karakterű részleteket kialakítani. Tehát például a Szarvasi Arborétumban van olyan rész, ami egészen emlékeztet a japán kertekre, ahol japán juhart, japán díszcseresznyét. Az a gyönyörű rózsaszínvirág, az valami hihetetlen. Igen, nagyon rendkívül látványos fákról van szó. Igen, mert ugye nyilván az is szempont talán, amikor ezeket telepítik évtizedeken vagy évszázadokon keresztül, belakják ezeket a hektárokat, itt jelen esetben 82 hektár, hogy ez minden évszakban izgalmas és érdekes legyen. Ugye, hogy a színek egymásra épülnek, ez fantasztikus, szépen látszik egyébként a Földgömb magazinban, az ön fotóiban is. Igen, hogy... hát eredetileg szerintem ez nem volt célja azért a Bolza Pál grófnak, ez már sokkal inkább, tehát az, hogy minden évszakban vonzza a látogatókat, ez már sokkal inkább
magának az arborétumnak, az arborétum vezetésének, a modernkori vezetésének a célja az, hogy ne csak egy-egy szezonban látogassák a hallgatók az arborétum, vagy a látogatók az hallgatók meg a látogatók is, igen. Hallgatók is látogatók. Az önhallgató is, igen. Oktatási szerepe is van azért a egyetemen belül a Szarvasi Arborétumnak, ezért volt ez a nyelvbotlás. De hogy a látogatók minden egyes évszakban láthassanak valami különleges dolgot a területen. Na most annyiban még visszatérnék erre a tájképi kert jellegre, hogy azért itt a Szarvasi Arborétumnak is volt egy olyan néhány évtizede, ami egy kicsit elhanyagoltabb volt, ez mondjuk a 60-as évektől egészen a 80-as évekig, és egy olyan folyamat indult el, hogy ezek az említett tisztások, átlátások, nyiladékok elkezdtek bezáródni. Tehát egész egyszer növekedtek a fák, elkezdtek az állományok bezáródni, és hát már évtizedek óta folyik az a fejlesztési munka a Szarvasi Arborétumban, hogy igyekeznek az eredeti elképzelés szerint, tehát Bóza Pál eredeti elképzelése szerint helyreállítani az arborétumot. Ezért ha látogatók ide érkeznek, akkor látják, hogy itt intenzív parkfeltartási munkák folynak a területen. Ráadásul ugye itt az a tisztába kellene, hogy itt idős öreg fák vannak, amit ugye a parknak a kertészei igyekeznek megőrizni, tehát nem fakitermelés folyik, vagy erdőgazdálkodás, hogy az idős fát azt egy idő után, ha tetszik, ha nem tetszik, kivágjuk, hanem igyekeznek az idős fákat fenntartani, de hát az idős fákat előbb-utóbb megtámadják a gombák, előbb-utóbb villámcsapás éri őket, vagy viharkár éri őket, és akkor már kénytelenek eltávolítani az idős fákat is, majd pótolni őket. Tehát itt egy folyamatos fejlesztés, folyamatos átalakulás zajlik. Emlékszem az előzetes beszélgetéseinkre, és kíváncsiak, olvastam cikket is önnel, meg interjút is. Hát kérdezik a szokásosokat, melyik a legöregebb fa, melyik a legnagyobb fa, stb. Stb. Tehát melyik az, ami, az a részlete a kertnek, az arborétumnak, ami önnek nagyon kedves, vagy nagyon izgalmas, vagy nagyon szokatlan? Azt lehet mondani persze, hogy nekem mi a legkedvesebb, de az nem biztos, hogy egybeesik a látogatóknak a favoritjaival. Persze, hogy nem is kell. A favoritja az a mamutfenyő. Persze, igen. Ez a mamutfenyő, ami itt van Szarvason, ez kb. 160 éves, ami még ugye csak csecsemőnek számít az amerikai őshonos mamutfenyő korához képest, de azért így is a törzsnek a körmérete majdnem 6 méter, egy kifejezetten nagy példányról van szó. Neki a történetéről annyit érdemes tudni, hogy eredetileg több ilyen példány is volt, csak villámcsapás miatt elpusztult. Most egy olyan beavatkozás zajlott itt a területen, hogy Magyarországon egyedülálló módon villámhárítóval látták el ezt a megmaradt nagy fát, ugye alföldi síkvidéken, hát önmagában ez a szerencsétlen fa is villámhárítóként viselkedik, ugye eléggé tartottak attól a kertészek, hogy villámcsapás éri. A történetéről annyit tudunk, nem tudjuk egészen pontosan az ültetésnek a korát, de azt tudjuk, hogy Bécsből, a Schönbrunni kertből hozzadták a csemetéket, amik a családi legendárium szerint eredetileg az Anna-ligetbe lettek elültetve, majd pedig amikor a arborétum építésnek a centruma áthelyeződött a Pepi kertbe, akkor átültettek rengeteg fát. Ennek egy jó része nem maradt meg, ez elég nehéz nagy fákat, igen. Idősebb fákat átültetni, de ez szerencsés módon ezek a mamutfenyők megmaradtak a területen, és ezekből az átültetett mamutfenyőkből ez az egy példány, ami ilyen nagy erő. Tehát ez a legtöbb látogató azért meg szokta látogatni. Ami nekem a kedvencem, én ugye nem kertész vagyok szakmám szerint, hanem biológus, én jobban szeretem ugye a vadabb, ősibb területeket. Nekem a legkedvesebb területem az a bükkös. Meglepő módon van egy viszonylag szép és gazdag aljnövényzettel rendelkező bükkös állomány. Ez most már ilyenkor kora tavasszal érdemes megnézni, mert rengeteg tavaszi virág bújik elő, unyorok, keltikék, hóvirágok. Tehát ez egy egészen egyedülálló kis erdőfolt Békés megyében. Másik kedvencem pedig ez az említett kísérleti terület, a parkerdő, ahol hatalmas nagyra megnőtt fenyvesek, vagy fenyő állomány van már. Hajnövényzetten rengeteg moha, illetve ősszel rengeteg gomba fotózható ezen a területen. Azt néztem, hogy tanáról nem irigy, mert a kötethez
kocsihoz van egy könyvelző, abban vagy azon van egy QR kód, amit ugye lehet mobiltelefonnal olvasni, és akkor itt GPS segítségével a legklasszabb fotótémákhoz, fotóhelyekhez oda lehet menni zarándokat, tehát el lehet csípni azokat a fotókat, helyeket, amiket ön már megtalálta hosszú évek alatt. Mikor a legszebb az arborétum? Hát ha csak egy időpontot kell mondani, akkor november eleje. Hú, de érdekes. Akkor november eleje. Tehát ugye itt van egy olyan nagyon furcsa dolog, hogy a legtöbb látogató, hát érthető módon az ugye július-augusztusban érkezik, amikor a szabadságra mennek a családok. Ez ugye érthető, de hát véleményem szerint talán ekkor a legunalmasabb az arborétum. A legszidőszak az november eleje, amikor a japán juharok, illetve más fák is őszilom színeződésre váltanak. Főleg nagyon gyakori, hogy ilyenkor egy kis köd is van, ami könnyen képződik köd a területen, nagyon speciális klímája van az arborétumnak, és ilyenkor nagyon látványos hajnalokban, reggelekben lehet gyönyörködni az arborétumban. De ha valaki nem akar eddig várni, akkor viszont érdemes akár most is az arborétumba ellátogatni. Most a tavaszi geofitonokban lehet gyönyörködni, tavaszi erdei virágokban, illetve április végén, május elején pedig a magnóliák virágzásában, illetve a japán díszcseresznyék virágzásában lehet gyönyörködni. Ezeket a magnóliákat, ezeket az utóbbi 20 évben kezdték el ültetni az arborétumba. Egész komoly fasort alakítottak ki belőlük a mamutfenyő közelében, és ez egyre népszerűbbé válik most már. Ugye ez is annak a tendenciának a része, hogy ma már az arborétum elsősorban a turizmusból próbálja fenntartani magát. Régen ez nem így volt, régen sokkal inkább a szaporítóanyagnak a termeléséből, illetve ebből a faiskolából voltak bevételei. De jelenleg a szarvasi arborétum az Alföldnek az egyik leglátogatottabb turisztikai desztinációja, hogy ezt szokták ugye mondani, hogy évente közel 150 ezer látogató érkezett a területre. Még ebben az említett pandémiás két évben is minimálisan esett csak vissza a látogatóknak a száma. Nagyon szépen köszönöm az idegenvezetést, Szarvasi Arborétum Pepiker, dr. Jakab Gusztávó, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyetemi docense, természetfotós volt a kalózunk. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.